nagyon sok néprajzossal ellentétben nekem csak urbánus gyökereim vannak. Jó lehet a családomban az édesanyámnak a familiája az paraszti. Württembergből ide telepített tolnai svábok. Az édesapámnak a családja az pedig egy 18. századi német família, akik tehetős emberek voltak, akkoriban nemességet kaptak és két aranybányát, amely aztán, mikor az arany kimerült, akkor áttértek a vasércbányászatra. Ez a Zsilvölgynek az ipari alapját adta meg. És hát ennek következtében például a Széchenyi az először tőlük rendelte meg a Lánchidat. Következésképpen én gyerekkoromban úgy nőttem föl, hogy az iskolában hallottam egyfelől ezt a politikai blöffet, ugye, hogy a Széchenyi a legnagyobb magyar, mert az ember mindig az ellenfelét azt kell, hogy piedesztára állítsa. Másfelől viszont hallottam otthon, hogy hát ja igen, hát a szerződés szegő. Na tehát ez az ambivalencia volt jellemző. Különösen annak következtében, hogy családban már elég sokan kitartottak még a mineralógia mellett, mint például a nagyapámnak az egyik testvére, aki a századfordulón a Földtani Intézetnek volt az igazgatója, vagy az apai nagyanyámnak a bátyja, aki a Nemzeti Múzeumban volt főigazgató, de a nagyapám az patikus lett, és anyagi meggondolásokból Szabadkán és Zentán nyitott egy patikát, ahonnan a trianoni békeszerződés után szépen kirúgták őket. Ugyancsak az anyám familiáját, akik Losonc mellé költöztek el akkor, és addigra már a nagyapám tehetős kis földbirtokkal rendelkezett. De hát itt a legnagyobb nyomorba jutottak, úgyhogy a szüleim az Augusta telepen ismerték meg egymást, teljes nincstelenségben, és hát ebből a kapcsolatból születtem aztán én. Elég jól ismertem a nincsent. A környezetem az mindenféle lecsúszott emberből állt, és sok lumpenproletárt is ismertem. Szóval én gyerekkoromból, 30-as évekből, a háború alatti évekből nagyon jól megtudtam, hogy mi a nyomor. Most az édesapám, aki tisztviselő ember volt, az egyik barátja az a Solideo Gloria Diák Szövetségének volt az egyik vezetője, egy tanárember, és ők azt mondták, hogy a legolcsóbb dolog, hogyha én a nyaramat Balatonszárszón a Solideo Gloria üdülőjében, diáktáboraiban töltöm el, úgyhogy 1936-tól 44-ig én minden nyaramat ott töltöttem, és így bekerültem egy ilyen református, népies, magyarkodó társaságban. Nagyon tisztességesen toleránsak voltak, mert engem katolikusnak kereszteltek, és egyáltalán nem kívánták meg az, hogy a különböző hitbuzgalmi rendezvényeken részt vegyek, de hát számomra azért mondjuk a Biblia magyarázatához, a merev dogma rendszerhez, ami a
katolikus vallást jellemezte, vagy vallásgyakorlatot jellemezte, ez nagyon vonzó volt. De azonban a fontosabb ennél talán valószínűleg az, hogy 42-43-ban tartott magyar életkonferenciákon, hát részt vettem, amiből persze nem sokat értettem, de megragadott. És különböző hát környékbeli falvakba, Somogyba szerveztek néprajzi gyűjtéseket már abban az időben, és akkor a nagyvárosi nyomorhoz megismertem a falusi nyomort is.